ti tudjátok, hogy mi a teendő, ha megtámadnak benneteket, akár az utcán, akár egy szórakozó helyen? És ha a támadó kést ránt, vajon hogyan reagáljunk? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekeztünk választ kapni Walter Hockheimtől, a késhart és az önvédelem koronázatlan királyától. Túlélést tanítok az embereknek. És hogy milyen okból? Nos, a csatornánkon nagy sikerrel futó darts világkupa közkedvelt, jóvágású kommentátorát többször is megtámadták már a budapesti éjszakában. Nem az első eset volt, többször előfordult már, úgyhogy nem kivonatlan az, hogy az ember elpillan, vagy elalszik, hogy bármi esetben, de egyébként is nyugodtan olyan jönnek és elkérik a telefont nem túl finoman és nem túl kedvesen. És innentől kezdve ez egy olyan helyzetet teremt, amikor az ember vagy nem tudom, kvázi megküzd a telefonért, vagy valami ilyesmiért végül. Tehát küzdeni vagy nem küzdeni? Ez itt a kérdés. Márpedig örömmel kutatta a választ velünk, és mivel a férfiak edzeni inkább párosával járnak, Márkkal tartott olimpikon barátja Harcsa Zoltán is. A teremben már javában zajlott Walter Hockheim közelharc szemináriuma. Ha esetleg nem vagytok járatosak a küzdősportokban, elárulom Walterről, hogy ő a rendőri katonai közelharc egyik legvadabb nemzetközi szakértője. Fizetett közelharc szakértőként dolgozik az USA mind a 4 fegyverneménél. Az elmúlt 16 évben mindemellett évente több mint 2000 rendőr, katona és civil érdeklődő előtt több mint 40 szemináriumot tartott mintegy 12 országban. Azonban mielőtt a mester kezei közé engednénk a fiúkat, felkészítettük őket, mire számítsanak, ha hokkarjaiba futnak. Márkész Zoli kedves segítőnknek köszönhetően igen átfogó képet kapott a különböző támadásokkal és azok kivédésével kapcsolatban, így kockáztattunk, és Walter kezére adtuk kommentátorunkat. A lényeg, hogy a támadó könyökét támasztom alá, mert ott lehet fájdalmat okozni. A kéz legyen nyújtva, aztán aláfordulok, kicsit megemelem, ezt pedig lehúzom. Hoppá! Ez most kellett neked! Mark kifejezetten jól vette az akadályokat, és a kiképzés után jó riporter módjára faggatni is kezdte Walter pályájáról. Kempó karatével kezdtem 1973-ban, később pedig szolgáltam az Egyesült Államok hadseregében. A közelharcról ott tanultam a legtöbbet, most pedig 23 éve a rendőrség kötelékében dolgozom. És folyamatosan tanulok, szereztem pár fekete övet. Van egy természetes érdeklődésem a téma iránt. A kézitusa, a késharc, a bottal való hadakozás és a maroklőfegyverek megszállottja vagyok. Ez az érdeklődés hajt engem. Hát szó mi szó, lőttek már rám számtalanszor. Nehéz lenne visszaemlékeznem egy-egy konkrét esetre. Általában egy letartóztatás közben történik ilyesmi. Furcsa, mert körbevesznek fegyvertelen támadók, így a pisztolyomat egyáltalán nem használhatom, teljesen felesleges abban a helyzetben. Nyilván, hogyha sokan vesznek körül, elkezdenek nagyon verni, akkor azért le lehet lőni őket. Mindig sokkal könnyebb sportolókkal dolgozni, értelemszerűen atlétikusabbak, koordináltabb a mozgásuk. Különösen jó, hogyha valaki rögbizett vagy amerikai focizott, ők hozzá vannak szokva az ütközésekhez és bírják is őket. A lényeg, hogy sokkal könnyebb velük dolgozni. De térjünk is vissza hőseinkhez. Számtalan szituációt lemodelleztünk, így okkal feltételeztük, Mark most már meg tudja védeni magát. De vajon hogy boldogulna egy profi ökölvívó ellen? Tehát lehet, hogy a ringbe bárkit bármikor meg tudnék verni, de ugyanez fordított esetben nem biztos, hogy ezt meg tudnám oldani. Tehát például egy ilyen éles helyzetben megtámadnának késsel, és mondjuk, hogy pont egy ilyen krav maga harcossal sikerülne összeakadnom, és le akarna szúrni, nem biztos, hogy meg tudnám védeni magamat.
Nagyon büszkék vagyunk Pécsi kollégára, és bízunk benne, hogy ezután, a szeminárium után több telefonszámcserére nem lesz már szükség. No de akkor mi a konklúzió? Jogállamban élünk, tehát a védekezés mértéke nem haladhatja meg a támadás mértékét. Ezt mindig mérlegelni kell, illetve a legtöbb embernek mérlegelni kellene, sajnos vagy elfelejtik, vagy stressz alatt képtelenek helyes döntést hozni, de mérlegelni kell. Igyekszünk mindig olyan technikákat oktatni, illetve használni önvédelmi helyzetben is, amelyek nem okoznak súlyos vagy maradandó sérülést, tehát mindig az arányosság elvét kell szem előtt tartanunk. És hogy Márk mit tanult ezen az oktatáson? Nagyon jó kivéréseket, nagyon jó támadásokat, azt, hogy hogyan kell megvédeni magamat, ezzel kerültem, mindenféleképpen hasznos volt. Végre bebizonyítottam a világnak, hogy erősebb vagyok, mint a Harcsi Zoli. Ez nagyon sokat dolgot rajta, és még azt is lehet látni, hogy ha nagyon haragszom rá, akkor ezt kell csinálnom. Még egy ilyen profi csapat által tartott kiképzés után is azt kell, hogy mondjam, szégyen a futás, de hasznos.